Igazából ma van kedvem vlogolni, és nem találkoztunk úgy annyira húsvét előtt óta. Nagyon jól telt, anyukám eljött, és viszonylag mozgalmas volt a húsvétunk. Pontosabban így próbáltunk sok helyre elmenni, voltunk Schönbrunnban a vásárban, a húsvéti vásárban, meg alapjáraton így körbejártuk. Voltunk a Leinzer Tiergartenben sétálni, oda mindig el szoktunk menni, vagy mi nagyon szívesen járunk oda, és voltunk a párom családjánál kétszer is, látogatóban, meg hát ilyen uzsonnán, meg mit tudom én. Úgyhogy nagyon-nagyon jól telt, gyorsan elment, és anya hétfőn ment vissza, és igazából én csak kedden, szerdán és csütörtökön dolgoztam, ma pedig péntek van. És mégis úgy érzem, hogy valahogy ez a hét ilyen durva volt, mert tényleg 3 napot voltam a rendelőben. Mindegy. Mit csinálunk ma? El kell mennem most boltba. Aztán nem tudom, egy-két csomagot el kell hoznom a postáról, vagy hát ebből a boxból, ami itt van alattunk. Szeretnék videót is még gyártani, ha beleférne, nem tudom. Mert smink videót szeretnék gyártani, és az ilyen bőrfestéses videómat szeretném így befejezni, vagy nem befejezni, hanem így csak ilyen tip videóvá formálni, mert nem szeretném csak a bőrfestést, vagy a táskafestést feltölteni, mert nem lett jó az a felvétel, úgymond. Rendet kell raknom, mert itt még minden szalad a lakás igazából. Tegnap a kolléganőimmel voltam munka után, kicsit így nem iszogatni, hát mindenki egy koktélt ivott, meg megettünk valamit a Mária Ilfestrászén, és 11 volt, mire hazaértem, tehát levedlettem, egyszerűen ledobtam minden cuccomat, lezuhanyoztam, és ágy. Eljössz arra, hogy teljesen így, mert ami engem nagyon megvisel, az az óraátállítás. Tehát olyan vagyok lényegében, mint egy kisbaba, vagy nem tudom. Hát, hogy egy órával úgymond kevesebbet alszom, és így lényegében használhatatlan vagyok, vagy nem azt mondom, hogy használhatatlan, de fáradt vagyok. És én nem is gondoltam, mert én mindig nagyon örülök neki, hogy tavasszal átállítjuk az órát, és hál' Isten, amikor én végzek a rendelőben, még akkor is világos van, és valamit még lehet kezdeni a nappal. És ez nagyon, nagyon jó, és nem is értem, hogy mi a töknek kell állítgatni mindig ezt az órát, miért nem maradhat így például. De engem annyira megviselt, és ugye anya itt volt, amikor átállítottuk az órát, és anyát is megviselte. Nem tudom, milyen érzékenyek vagyunk erre. És rájössz arra, hogy így öregszel, mert hogy 11-kor így hazajöttem, és így éreztem ma reggel, hogy hiányzik nekem azért a jó kis alvásom, mert általában én mindig este, szerintem legkésőbb 10-kor alszom. Egyszerűen kell nekem. És én nem, szerintem, én hogyha nem aludhatnék, és biztos vagyok benne, hogy sokan kinevetnek. Nekem annyira fontos az alvás, a jó alvás, mert nekem ez az alapja mindennek, meg annak, hogy funkcionálok tényleg. Úgyhogy éreztem, vagy érzem azt ma, hogy így, ahol voltam, pedig nem is volt egy óriási nagy parti, vagy valami. De hát öregszem, és 17-én lesz ismét a szülinapom, nagyon durva. Hogy eltelt egy év, és milyen hamar eltelt. Amúgy nem tervezek semmit a szülinapomra, még be is írtam túlórázni is fogok, mert ez egy szerdai nap lesz, és volt pár olyan páciensem, pontosabban egy, akinek fontos volt egy ilyen fogfehérítés időpont, és ugye várólisták vannak már így az időpontokra, és először nem tudom, mikor tudtam volna megcsinálni, 2 hónap múlva, mert teljesen tele vagyok igazából, és mondtam, hogy akkor szerdán a szülinapomon akkor maradjon. Nem tudom, hogy esküvőjél, vagy valamilyen alkalom lesz, és fontos, és mondtam, akkor szerdán este vagy délután akkor ott maradok tovább, megcsinálom. Úgyhogy ez lesz a szülinap szerdán. Tovább dolgozom, de teljesen mindegy. Meg, ami még jó lenne, fagyizni, elmenni. Mondtam a páromnak, hogy én, amit szeretnék szülinapomra, mert nem ajándékozunk most idén, én se neki, és ő se nekem, hanem azt mondtuk, hogy berakjuk a pénzt a nyaralásokba inkább, mert nincs úgymond semmire szükségem, vagy egyikünknek sem, mindenünk megvan, még több is annál,
És én, amit mindig szeretek, és mindig kérek szülői napomra, én imádom a zenélőképes lapokat, a vicces zenélőképes lapokat, és mondtam neki, hogy azt szeretnék, meg hogy menjünk el fagyízni a Zanoniba. Lehet, hogy az még szerdán belefér, főleg, hogyha jó idő lesz, akkor még este elmehetnénk fagyízni. És igazából ennyi. Meg mit akartam mondani, ha már édességekről beszélünk? Igen, olyan répatortát sütöttem húsvétkor, olyan finom volt. Mert én is mindig így gondolok arra, vagyis hát kinevettek a munkahelyem, mert kedden nem vittem magammal kaját, és át kellett futnom, nálunk van egy Spár, ebédet venni, és mindenki hozta magával a maradék ilyen sonka, tojás, tehát a tipikus, tradicionális húsvéti kajákat, és így kinevettek, hogy nálatok nem maradt semmi. És annyira jó volt most idén, mert tényleg az volt nálunk, hogy mi csak annyit főztünk, amennyit megettünk, és lehet, hogy ez funál hangzik így húsvétkor, mert mindenki posztolja a nagyobbnál nagyobb, gyönyörűen megterített, dekorált húsvéti asztalokat, és akkor a kolléganőim valószínűleg ezeket a kajákat még jövő héten is fogják enni, amikor már a fülükön jön ki. És tényleg nálunk csak az volt, hogy megfőztünk, anyával délelőtt ettünk, és csináltuk a programokat, tehát lényegében nem sokat voltunk itthon, hanem tehát nem azon volt a hangsúly. Természetesen jókat ettünk, és én bevásároltam, én mondtam, hogy szeretnék egy répatortát csinálni, és szeretnék kakaós csigát, mert anya szeretett volna kakaós csigát, vagyis igazából neki a fahéjas csiga a kedvence, de fele-fele szoktam csinálni kakaós fahéjas, és mondtam, hogy jó, akkor húsvétkor lesz répatorta és kakaós csiga. Akkor a répatortát sütöttem, hogy egész húsvétkor azt tettük, nem tudom, tényleg óriási lett, de nagyon-nagyon finom volt, és én ilyen finomat még szerintem répatortában soha nem csináltam. Nem tudom, hogy érdemes-e megosztani, mert ugye a répatorta az általában, nem is értem, hogy miért, de sokszor ilyen húsvéti receptnek van titulálva, holott ez egy tök jó torta, meg szerintem az én receptemet is meg lehet csinálni szeletben, tehát hogy tepsiben, és nem torta formában. Nyilván a sütési idő, hogyha egy nagyobb felületre teszed, akkor kevesebb lesz, de annyira finom lett ez a répatorta, és nagyon nagy sikert aratott így hármunk között lényegében. És anya is elkérte a receptet, és a párom, tehát a párom ő nem süt, meg nem is érdeklődik ilyen sütés irán semmi, tehát nulla. De mondtam neki, szeretem az ilyen hálátlan feladatokat átpasszolni másnak, és anya mondta, hogy lereszeli a répát, mondom, köszi, hál' Isten, én ezt utálom. Viszont aztán közben telefonáltak a tesómék, FaceTime-on, Flórával, és akkor anya leült velük beszélni, és mondtam, hogy jó, nekem most tovább kell mennem, és hát ránéztem a páromra, hogy lereszelni a répát, vagy hogy én is lereszeltem volna, nem volt kedve, és mondta, hogy persze, ő megcsinálja. Már mondjuk a harmadik répánál kicsit fintorgott, de megcsinálta, tök jó. És annyira ízlett neki a torta, hogy azt mondta, hogy ő bármikor lereszeli a répát hozzá, ha megcsinálom még egyszer. Úgyhogy ez szerintem azért egy viszonylag egy nagy siker. Ez egy iszonyatosan egyszerű répatorta szerintem, de hogy nagyon finom lett. Nem száradt ki, szaftos maradt, és nagyon-nagyon örülök neki, hogy ilyen jóra sikerült. Amit még változtatni fogok rajta szerintem, fogok beletenni tonkababot, mert szerintem az egy tök jó ízt adna neki, vagy én citromlével csináltam a tetejét, vagy a krémet hozzá, de szerintem narancslével is jó lehet, és tonkababbal fűszerezve. Szerintem ez még egy jó ötlet lehet, mert aztán utána két napra rá, amikor a párom családjánál voltunk, akkor az ő nagynénie olyan tortát sütött, répatortát, ilyen tonkababos krémmel, narancsos tonkababosra, és akkor mondtam, hogy igen, lehet, hogy ez még hiányozna az enyémből is, vagy így kicsit fel lehetne pimpelni vele, és majd próbálkozni fogok. Viszont lehet, hogy ma még sütni is fogok kakaós csigát, ugye, mert egész végig a répatortát ettük három napon keresztül, és nem sütöttem meg a kakaós csigát végül is. Anya is mondta, hogy ne süss meg, mert ez elég lesz nekünk. Viszont van hozzá még a friss élesztőm, és nem szeretném kidobni, úgyhogy azt lehet, hogy ma még megcsinálom. Kaját is fogok csinálni, lehet, hogy megmutatom, hogy mit csinálok magamnak ebédre.
Azt hiszem, hogy giroszt fogok csinálni. Ilyen szoktam, szívesen csinálok magamnak például, vagy hát magamnak. Lehet kombinálni, én szeretem ezt a tepsis giroszt, amit nagyon gyorsan be kell rakni a tepsibe, vagy a sütőbe megsütni, és én magába szoktam enni egy kis cacikivel, vagy hogyha a párom is eszik belőle, vagy szeretne, akkor az övét meg beletöltöm egy pitába, vagy már töltöttem tortiába is, mert az volt itthon, és az is úgymond jól funkcionál. Lehet, hogy ez lesz a mai ebédem. Vacsorára nem tudom, hogy mi legyen. Azon gondolkodtam, hogy ilyen tortilla pizzát fog csinálni, de most már máshogy csinálom, mert biztos láttatok már tortilla pizzát. Tehát a tortilla lényegében meg van rakva mindenfélével, amit akarsz a pizzára, és meg van sütve. És mi azt annyira nem szeretjük, vagy próbálkoztam vele, de az a helyzet, hogy mindig úgy megsül olyan keményre a széle. És azt annyira nem szeretem, hogy én összet szoktam tekerni lényegében. Tehát így csigaként mindent rárakok, összetekerem, és megsütöm úgy a sütőben, és így puhán marad, és könnyebb is enni egy részről, mert nem egy ilyen lapos tányér feelingje van az egésznek. Úgyhogy lehet, hogy az lesz a vacsora. De nem vagyok még biztos benne. És tovább is kell mennem, mert szeretnék ugye videózni is még ma nektek. És igen, érzem azt, hogy most kezdődnek majd így a történések, ahogy így kivigyorodott az idő, és nyilván jön a szülinapom is, egy szerdai nap, aztán hétvégén meg hazamegyünk. Nem is tudom. Ja igen, a Falco Musicalre megyünk. Olyan hihetetlen, hogy én nem is tudom, mikor foglaltuk januárba talán, és mondtam, hogy úristen, mink az olyan messze van, és most meg itt lesz. Nagyon várom. És hát májusban már repülök ihhez, remélhetőleg, hogy az Austrian nem sztrájkol. Vagy adjatok már ezeknek az embereknek egy kicsit magasabb fizetést tényleg, mert egyfolytában sztrájkolnak. És remélem, hogy májusban nem lesz már semmi. Remélem, hogy májusra megkapják a magasabb fizetést, és minden oké lesz. Tehát London, mi lesz még májusban? Esküvő. Júniusban megyek továbbképzésre, megyek egy napra Milánóba a barátnőmmel, akkor mi lesz még? Júliusban megyek a tesómékhoz meglátogatni őket. Úgyhogy érzem azt, hogy így kezdődik, és annyira örülök neki, és ezt mindig el szoktam mondani, hogy így zöldül. Így napról napra lát, itt ahol mi élünk, anya szokta mindig hasonlítgatni, mert anya ugye most itt volt egy pár napig, és így anya, mentünk így, és mondta, hogy nálunk ez már elvirágzott, és itt még rügyes, nálunk ez már elvirágzott, nálunk már minden zöld, itt meg még nem. Lehet látni azt, hogy mennyi különbség van, hogy attól függően, hogy hol fekszik a hely, ahol élsz, és hogy éri nap például, mert nálunk ez mindig úgy szokott lenni, hogy így nézem, április, na mi van már, miért nem zöldül, máshol olyan zöld. És akkor egyszerre egyik napra a másikra minden zöld lesz. És most van az az időszak, amikor tudom, hogy jövő héten minden teljesen zöld lesz, és imádom ezt reggel így nézni. Imádom megnézni azokat a fákat, amiket mindig nézek, hogy oké, meddig tartanak, hol tartanak. Nagyon büszke vagyok magamra. Túlélt az összes növényem, most itt nézem őket, mindegyik zöldül. Az is, amire azt hittem, hogy meghalt. Túlélte a moszkvai orgona, vagy nem tudom, hogy minek mondják azt, elvileg azt mondták, azért vettem azt, mert azt mondták, hogy mínusz 50 fokig túléli. Tehát gondoltam, hogy ez nálam télen nem halhat meg, és nem halt meg. Úgyhogy tényleg nagyon büszke vagyok magamra. Amit még meg szerettem volna csinálni, az, hogy ezt a szahara homokot lemosni, mert itt olyan szél volt húsvétkor, holott nem akarok panaszkodni, mert voltak Ausztriának más helyei, ahol sokkal nagyobb károkat okozott, és sokkal rosszabb volt, mint itt Pécs és környékén. Meg még Magyarországon is szerintem anya mondta, hogy náluk is nagyon erős szél volt, erősebb, mint itt. És hordta ezt a narancssárga homokot mindenhova. És most hétvégére 26 fokot mondanak ide, és úgy voltam vele, hogy jó, most be kell iszítani a teraszt. És nyilván tavasszal mindig leszoktam mosni ezt a lounge garnitúránkat, vagy hát magát a keretet, amire jönnek a párnák, és most kinéztem, hogy megmutatom. Olyan narancssárga réteg van rajta, gyerekek, valami hihetetlen. És már nagyon késő van, már 11 óra van, úristen. Úgyhogy menjünk is, mert szeretnék egy, nem, Notino-tól jött dolog, azt megmutatom nektek.
meg pár apróság, ami jött a postán, azt is, és főzünk. Szerintem valahogy így ennyi lesz a vlog. Főzünk, hát megmutatom, hogy hogy teszek be pár hozzávalót a sütőben lényegében. Na nézzétek csak! Tessék, jön a zöld, tehát, hogy így él, hál' Isten. És itt van a garnitúra, amit ma le kell mosnom. Hát igen, erről beszélek. Ez lesz egy feladat, azt hiszem. De mindenképpen ki szeretnék ülni így a hétvégén, mert nagyon jó időt mondanak. Szóval haza is értem, és most már előmelegítettem a sütőt 200 fokra alsó-felső sütésen. Gyorsan összevágom a hozzávalókat, összekeverem egy ilyen tálba, rárakjuk a tepsire, és megsütjük 20 perc alatt. Ez egy ilyen, én gyrosznak mondom, mert olyan fűszerezésű. Én most ilyen sertés minuten steaket vettem, de csináltam már például pulykamellből is, pulykamellfiléből, amikor nem volt más választás. Ez a kedvenc feta sajtom. Ő, ugyanis én annyira a nagyon fűszeres, én nagyon szerettem a fűszeres sajtokat, viszont fetában nem. És itt lehet látni, hogy mennyire fűszeres, közepes, és ez egy nagyon-nagyon finom sajt. Úgyhogy gyorsan összevágok mindent, és akkor össze lesz keverve olajjal, olívaolajjal, és ezzel a gyrosz fűszer keverékkel ezt szoktam hozzátenni abban a tálban, és ennyi, igazából 20 perc alatt megvan. Lehet még hozzáadni fokhagymát is, nekem ahhoz most nincs kedvem. És amúgy ez egy jó választás lehet azoknak is, akik nem szeretnék túltolni a szénhidrátot, mert ebben nem sok van. Magában szoktam enni, és nem szoktam hozzá pitát, vagy valamiféle kenyeret enni, mert nekem így ízlik a legjobban. Cacikit lehet hozzá házilag is készíteni, nekem egy ilyen bolti van itthon, amit mindenképpen meg kell ennem, mielőtt lejár. Fűszerből nem spórolok általában, hanem 3 evőkannánnyival szoktam rátenni. Ez a mennyiséghez olyan 5-6 evőkanál olívaolajat teszek, de nem szoktam kimérni, csak így ránézésre öntöm. És én igazából az egészet kézzel szoktam összekeverni. És ezt most bedobom a sütőbe 200 fokra, körülbelül 20 percre. Mire megsül a kaja, van még egy 15 percem, úgyhogy megosztom most itt veletek a Notinos hol rendelést. És van itt egy-két dolog, de lesz, amiről egy külön videóban fog beszélni, meg van két dolog a Vintidről, és van egy dolog, ami kapcsolatban segítségeteket szeretnék kérni, mert nagyon jó áron vettem, miért fedd a kamera. És most kisüt a nap. Most olyan jó lenne sminkelni, mert minden nem fér bele. Hol? Itt van ajándékba kapott dolog, van Notino, van Vinted, és gyorsan megpróbálok mindegyikről beszélni, úgyse lesz belőle valószínűleg semmi a gyorsamból, mert mindjárt pittyég a sütő. Tehát húsvétre kaptam a párom nagynényétől, aki a fodrászom, pontosabban nem ő a fodrászom, hanem
mert hozzá nem tudok menni pénteken, és ugye én csak pénteken érek rá, hanem az ő alkalmazottja, aki tökéletes, tényleg nagyon-nagyon szeretem, én csak hozzájárok. És a párom nagynénjétől általában ilyen hajdolgokat szoktam kapni ajándékba, mindig kérdezi, hogy mi az, amit ki szeretnék próbálni, vagy ajánl valami újat. Most igazából nem ajánlott új terméket, de azt mondta, hogy próbáljam ki ezt a Nutritív szériát, vagyis én ezt már használtam a sampont, és én nagyon szerettem, mert most úgy érzem, hogy kicsit olyan szárazabb a hajam, vágattam belőle, de nem rossz, azt mondják, hogy annyira nem törik, de érzem, hogy szárazabb, és nyár előtt azért szoktam ilyen, hidratálóbb termékeket használni. Kaptam tőle ajándékba a Nutritív szériát, és azt mondta nekem, hogy használjam úgy, hogy sampon, hajmaszk, egy 5 percet rajta hagyni a hajvégeken, és utána tegyem rá ezt a rezisztansz kondicionálót a hajamra, tehát a hajmaszk után, és higgyem el, hogy ez tök jó. Úgyhogy ki fogom próbálni mindenképpen. Ez az én húsvéti ajándékom, és meg szeretném mutatni a páromtól kapott húsvéti ajándékot. Azt mondta, hogy ezek mi vagyunk. Úgyhogy ez a húsvéti ajándékom a páromtól. Menjünk tovább a Notinóval, ahonnan azért rendeltem most, mert amúgy is rendeltünk már, vagy a párom rendelt, és akkor én hozzárendeltem egy-két dolgot, de ilyen tipikus arclemosó, hidratáló, meg mit tudom én, amit közösen használunk. De most volt ilyen, nem tudom, hogy Women's Day, vagy ilyen, mindenfélére volt mindenre 15% lényegében. Úgyhogy rendeltem pár dolgot a smink videóhoz is, ami majd ezután következik, és most lenne tök jó leforgatni. Tehát vettem smink termékeket, méghozzá vettem, mivel ez is akciós volt, a NYX-től egy Bare With Me korrektort, amit az előző videóban mondtam, hogy nem jó annyira a színe, túl sötét most jelenleg, vagy hát nyárra jó lesz, és vettem belőle egy világosabbat, méghozzá a Light-ot. Szerintem ez jó lesz. Nem akartam a legvilágosabbat venni, mert lehet, hogy az túl világos lenne. Most megvettem ezt, ezt fogom tesztelni majd egy alapozóval, amiről mindjárt fog beszélni. Amiket szerettem volna kipróbálni, mert még soha nem próbáltam, azok a The Balm termékek. És szemezgettem egy ilyen pirosító palettával, mert vettem egy pirosító palettát, amivel már régóta szemezgettem, de csak azért, mert ami 5 euróra volt leárazva. Revolution. Kíváncsi leszek rá, ez is ilyen sminkteszt lesz. Tetszettek ezek a sötétebb pirosítók benne, és úgy gondolom, hogy mivel soha nem próbáltam ilyen sötétebb pirosítót, ilyen pirosasat, lehet, hogy nem szeretek beruházni valami drágábbra, hogyha nem tudom, hogy milyen, hogy áll rajtam, és 5 euró ezért a palettáért szerintem nem volt sok. Lehet, hogy még, ha jó, akkor még szemfestéknek is lehet őket használni, majd meglátom, és hogyha tetszen ez a pirosos pirosító, akkor lehet, hogy valahol máshol is körülnéznék. Viszont a Balmnak néztem egy palettáját, viszont az 20 euró volt, és nem akartam azt megvenni, mert abban is volt egy ilyen hasonló szín. Ezzel fog próbálkozni. Szerettem volna kipróbálni ezt a nagyon-nagyon régi terméket, amit mindig nézegettem, de úgy voltam, hogy rajtam ez biztos narancsárga, de most akciós volt, és azt hiszem 7 euróért jutottam hozzá. Ez a The Balm Bahama Mama bronzosítója. És nem néz ki olyan narancssárgásnak, meg kell mondjam őszintén, majd kipróbáljuk. Én mindig úgy voltam vele, hogy szerintem ez talán azoknak áll jól, akiknek alapjáraton is sötétebb a bőrük, rajtam lehet, hogy ilyen koszos hatása lesz, majd meglátjuk. Azt hiszem, hogy ez a nagy. Ennél volt egy kisebb is, de nem, azt nem akartam megrendelni, mert arra nem volt százalék, és igazából szinte ugyanannyiba került a kettő, úgyhogy azt hiszem, hogy ez a nagy kiszerelés, de nem vagyok teljesen biztos benne. És amit még megrendeltem, az a Medles nevű szempillaspirál, mert megtetszett egyszerűen, és erre is volt, nem tudom mennyibe került, kb. Annyiba került leárazva, mint a drogériás szempillaspirálja, tehát ilyen 10 euró környékén lehetett, és kíváncsi leszek rá, hogy
viselkedik. Elvileg így néztem a keféjét, azt hiszem, hogy szilikonos, legalábbis remélem, és ilyen vékony, kicsit hajlított keféje van. De azt hiszem, hogy itt látjátok is, és nézzétek a körmömet, már meg kell csinálnom, nagyon durva. De még mindig szép a króm, nézzétek meg! Tehát, hogy erről beszélek, itt most meg tudom nektek mutatni azt, hogy miről beszéltem a körmös videóban, miért kedvenceim ezek a termékek, ugyan bemattosul kicsit, de hogy még mindig gyönyörűen fényes. Azért látni a széleit, hogy ugye ilyen, most már ott nem annyira fényes, de hogy még mindig króm. És ez már harmadik hétvége. Úgyhogy igen, ezt is meg kell csinálnom. Nagyon szeretem az Organic Shopnak ezeket a peeling, cukor peelingjeit, cukor radírjait, és most megrendeltem a málnásat. Igazából volt belőle már kávés, azt hiszem kávés volt nekem, meg mangó. Nem emlékszem, de nagyon elégedett vagyok velük. Főleg akkor használom őket, hogyha önbarnít, pontosabban nem szoktam normálisan önbarnítózni. A Dove-nak szoktam használni ezt az ilyen gradual tanning testápolóját, ami elfogyott, ezért meg szerettem volna rendelni, viszont egy másikat választottam. Mit szoktam mondani, vagy hát nem szoktam mondani, de never change a winning team. A Dove-ot szerettem volna megrendelni, de aztán láttam, hogy a Saint-Tropez-nak is van egy ilyen gradual tanning cucca, amire szintén ilyen nem tudom mennyi kedvezmény volt. Nem tudom. Lehet, hogy ilyen narancssárga leszek. Ki szeretném ma próbálni? Miért ma szeretném kipróbálni? Vagy már ki kellett volna próbálnom igazából? Ugyanis általában ugye én úgy szoktam, hogy lezuhanyzok este, és akkor bekenem magam. Nem jó ötlet. A Dove-val sem jó ötlet. Ugyanis a párom nem tudja elviselni ezt az égett kekszagot, ami ugye éjjel keletkezik a bőrömön azáltal, hogy reagálok erre az önbarnítóra, holott én a Dove-nak nagyon-nagyon szeretem ezt a Summer Revived, azt hiszem az a neve, önbarnító testápolóját, mert szép színe van rajtam igazából, viszont a párom mondta, hogy ezt soha többet nem keheted magadra. Beszélgettem a kolléganőmmel, neki ugyanez Pepitában. A férje utálja, elköltözne a Holdra lényegében, úgy lehet még nem jó. Igazából már kész van a kaja, csak még rányomtam 3 percet, hogy be tudjam fejezni ezt a mondani valómat. A kolléganőm férje is elhúzna egy másik univerzumba, emiatt az önbarnítós szag miatt, és ő mindig reggel szokta feltenni magára, és akkor nyilván este még egyszer fürdik, és akkor nem érezni. Ugye ez tök jó ötlet, nem tudom, hogy érdemes-e így egy körül ezt elkezdeni. Mi a neve ennek? Gradual Tan Classic. Kíváncsi leszek. Viszont ez azért drágább, azt hiszem, hogy nem tudom pontosan mennyit fizettem érte. 13 euró? Jóval drágább, mint a táv. És sajnálnám, hogyha nem lenne jó. Utolsó termék, hajtermék, ez a Schwarzkopfnak a Silhouette Invisible Hold Mousse terméke, amit mindenképpen ki szerettem volna próbálni, viszont arra vártam, hogy elfogjon a valeás mousszom, amivel nem vagyok, de meg vagyok vele elégedve igazából, de már így örülök neki, hogy elfogy, mert vigyázni kell rá valószínűleg ennél is, hogyha kicsit túlzásba esel, akkor így összeragad tőle a haj, és kíváncsi vagyok, hogy ez mennyire lesz tartós, a balea is tartós, meglátjuk, de most már tényleg kiveszem a kaját. Bahama, Bahama mama, got a biggest house in town, Bahama mama. És most tálalok. Megebédeltem, feltankoltam energiával, és leettem ezt a lip oilt, amit azóta is szívesen használok az Essence-től. Ez kellemes. Viszont a nagyon szeles időben iszonyatosan, mint a szájfénybe beleragadt a hajam, és azt utálom. Azt mondja, hogy high shine, non-sticky finish. Hát ezzel vitatkoznék, de nagyon szép fénye van.
és nem szalad el, hál' Istennek, nem folyik szét. Ez egy jó dolog. Tehát úgy vagyok vele, hogy akkor legyen ragadós inkább, de tudjátok, nem szeretem azt azokat a szájfényeket, amik itt elfolynak, lefolynak, és az egész arcod olyan, mintha egy tehén így megnyalt volna mindenhol, vagy így valami zsírosat ettél volna lényegében. Úgyhogy ez mindenképpen kellemes. Átmegyek a Vinted-es szerzeményekre, ugyanis rendeltem onnan egy alapozót, amit már régóta nézek, és rajta volt így a kívánság listámon, hogy valami 48 euróért árulják, és így mondtam, hogy nem. És megtaláltam Vintiden, nem akarok hülyeséget mondani, mert még nem vagyok benne biztos, hogy tényleg annyiba kerül, de azt hiszem 15 eurót fizettem érte, azt hiszem. Méghozzá ez a Laura Mercier-nek a Real Flawless Weightless Perfecting Foundation-je, ami tökéletesen passzol a bőrszínemhez, ahogy látjátok. Viszont direkt szerettem volna sötétebbet, és ahogy megjött, igen, én is azt hittem, hogy világosabb. A hölgy azért adta el, mert neki túl sötét volt, és egyszer használta. Tehát ahogy kibontottam, láttam is, én is már kipróbáltam, de csak egy részen. Láttam is, hogy bontott, viszont azt mondta, hogy egy hónapja vette, így biztos vagyok benne, hogy nem lehet annyira régi, és az illata is teljesen normális. És most ki szeretném ezt próbálni, vagy csak ide feltenni, hogy lássátok, hogy miről beszélek. Jaj, ez most nagyon sok. Viszont szerintem ez nyárra nekem jó lesz, amikor lebarnulok, és világosabb púderrel is. Most miért csinálod ezt, Zita? Hogy fogsz kinézni a maradék videó? Én nem akartam ilyen nagyon nagy felületre rátenni, de most már mindegy. Kellemes. Ez is benne lesz a sminkelős videóban. Ezzel fog amúgy sminkelni a videóban, mert látjátok, hogy eléggé sötét, de szerintem a világos meg púderemmel működhet, és mivel ez a 2N2 linen, én valami hasonlóra barnulok általában. Van itt még pár Vinted-es cucc. Ez egy pamut pulcsi, amit 1 euróért vettem, most hoztam el, és nagyon-nagyon szép, rózsaszín szintén. És ez egy ilyen lazában kötött pulcsi, a márkát nem ismerem, Olivia Hobbs. Lazában kötött rózsaszín pamut pulcsi, amin át fogok menni azért kicsit ilyen szösztelenítővel, mert itt azért lehet látni, látjátok? De szerintem ezt tökéletesen le lehet szedni róla. És 1 euróért teljesen oké. Tehát nagyon-nagyon szép szerintem, és kicsit majd mosás után, mosás előtt, szerintem mosás előtt átmegyek ezzel a szőszölővel, de úgy szeretném most ezt látni, ahogy így lesz szőszöli, várjatok. Ó, ez eléggé oxidálódik, ugye? Hát egy mindjárt Donald Trump leszek ebben a videóban. És ilyen lett. Jaj, de jó! Ennél vigyázni kell, nehogy ugye ezeknél a lazább kötötteknél is vigyázni kell, nehogy elkapja maga a gépezet a pulcsit, vagy a szálat. Nézzétek, mennyit leszettem. Dior Backstage 0N és MAC. Na nézzük, tudok-e vele valamit kérdezni, ez most nagyon érdekel engem. Hogy ez itt jobb lesz-e? Milyen? Na jó, hát teljesen tökéletes nem lesz. 0N. Hú!
Jó, hát még azért látni. Azt mondjuk, hogy megmentettem az alapozót, nem, azért nem jó garbóval elmegy. Akkor csak nem basztam ki ezt a 15 eurót feleslegesen. Itt szeretném kérni a segítségeteket, mert erre nem számítottam, és nem is kérdeztem róla. Tehát megláttam ezt a bomber jacket, és én nem is kérdeztem róla, és lehet, hogy kellett volna. Én megláttam ezt a bomber jacket, szerettem volna egy kék bomber jacket, ne, pár hete, ne is kérdezzétek, mindegy. És megláttam 2 euró, egy Stradivarius bomber jacket, de hogy messziről voltak róla képek, és úgy gondoltam, hogy jó, ez tök jól néz ki. És nem is néztem meg, hogy milyen anyagból van tényleg. Nem is volt ráírva igazából, vagy semmi nem volt. Bomber jacket kék, ennyi volt ráírva. És megjött a postával, és kivettem, ez egy Stradivariusos S-es méretű bomber jacket, és szerintem halljátok. Ez egy bőrcseki. Íme. Nyilván lehet hallani, mert ilyen érdekes, kemény anyaga van. Magától megáll. Gyönyörű színe van. 2 euró volt. Viszont büdös. És ez mindig a félelmem. Mit kezdek ezzel? Mit csináljak ezzel, gyerekek? Hogy segítsetek? Tisztítóba tudnak ezzel valamit kezdeni? Hogy a szagát kivenni belőle? Vagy hogy van valami tisztító erre, ilyen spray, olyan, mint a Venice például, hogy ki hozza ezt a szagot belőle? Mert érzem a bőrnek az illatát, de érzek valamiféle... Nem tudom. Nem tudom, nem vagyok benne biztos, hogy cigaretta. Valamiféle cigaretta, de... Érdekes. És reggel valahogy erősebben éreztem, de érzem rajta. Tehát nem az a... Van egy nagyon hasonló, vagy szinte ugyanilyen anyagú bordó mangós bőrcsekim, már nagyon régi. És annak ugyanilyen anyaga van, és még mindig nagyon finom illata van, bőr illata. Hát ez azért büdös. Úgyhogy segítség, hilfe, mit lehet ezzel kezdeni? Nem tudom, meg 2 euróért igazából ajándék volt, és tökéletesen néz ki. Tehát nem sokat hordhatták, de amit kezdjek vele, lehet a Giginek kellene egyből írnom, mert ő mindig tudja, hogy mi a helyzet ezzel. De sajnálnám, mert szerintem tök jó. És nyilván nem ezzel a pulcsival, de annyira szép. Tudom, hogy mit kezdjek vele. És ha tudtam volna, hogy bőrből van, akkor is rácsaptam volna egyből lényegében, de erre nem számítottam. Viszont gyönyörű színe van szerintem. A következőt lehet, hogy a bőrös videóra kellene tartanom, a bőrtáskás festős videóra. Ugyanis már mondtam nektek, hogy szeretnék... ide kell hoznom a cipőt. A mai videóban mindenki azt hiszi, hogy valamit drogot szedek, vagy nem tudom. Hogy a girosz mellé kicsit valamiféle fehér púder is becsúszott. Igen, de a trendes videóban említettem nektek, nem trendes? Igen, a trendek a ruhatáramból. Abban a videóban említettem nektek, hogy szeretnék egy piros balerinát, egy lakkot, és hozzá szeretnék egy táskát. Viszont a táskát szeretném én magam befesteni, kísérletezni vele. És ez a balerina, amit tegnap már hordtam, és jól eláztam benne, de ez egy zarás, ilyen lakhatású cipő, 26 euróba kerül, azt hiszem. Zokni nélkül volt rajtam, és biztonság kedvéért beragasztottam a sarkaimat előtte, mert eléggé kemény ez a része, és jól is tettem, úgyhogy nem törte ki a sarkaimat, viszont lepödrődött a raktapaszonnan, úgyhogy ha nem ragasztom le, biztos kitörte volna a sarkamat, különben kényelmes, és ehhez a cipőhöz szerettem volna, és ahogy rajtam voltam, úgy kék farmerrel és piros blazerrel, tudjátok, az a tweed blazerem volt hozzá, és a Lady Dior táskámat vettem fel, és ehhez szerettem volna, hogy egy piros táskát, nem tudom majd, hogy fogom a színben összeegyeztetni, nem is muszáj ugyanolyan színűnek lenni, de vissza a Vintithez, vettem végül is egy laktáskát, egy nagyon régi, rossz állapotban lévő, pontosabban minden oké vele a bőr szempontjából, de nem szép. Ez egy
Salvatore Ferragamo táska, és így néz ki, nagyon cuki, de látjátok rajta ezeket a foltokat, kopásokat mindenhol, és viszont mindenhol az öltései minden rendben van a bőrrel, és nem ragad. Tehát nagyon örültem neki, hogy nem ragad maga a lak. Lehet látni a hardvereken, hogy kicsit kopottak, de ez engem nem szokott zavarni, és belül pedig így néz ki. És úgy voltam vele, vagy úgy vagyok vele, hogy szeretném ezt befesteni pirosra. Reméljük, hogy fogja a festék. Megnéztem ezeket a sérüléseit. Tehát lehet látni, hogy kicsit úgy el is van színeződve talán. Itt van ilyen fehér folt rajta, ami lehet, hogy ettől van, nem tudom. De lényegében ez egy jól összerakott táska, és pirosra szeretném festeni. Minden oké vele, lényegében. Csak vannak rajta ilyen, nem is tudom. Az a baj ezzel, hogy a karcokat egy lakbőrről a karcokat egyszerűbb eltávolítani, mint sem ezeket az ilyen színtranszfereket, mert ebben nem vagyok biztos, hogy ez sikerül majd eltávolítanom mondjuk bármivel is. Először majd kezdem lakbőrtisztítóval, aztán kicsi acetonnal óvatosan, és ugye azzal se jó, akkor ott marad. Viszont úgy vagyok vele, hogy ha piros lesz, akkor is fog látszódni rajta, de nem annyira, mint hogyha fehér vagy krémszínű lenne. Úgyhogy én ezt ilyen kísérleti szempontból vettem, ezt a kis táskát. Annyi még az egyik hátrány, hogy iszonyatosan hosszú a pántja, és nem levehető a pántja. De ezt majd úgy megcsinálom, lehet, hogy egy twillivel majd így összefogom a vállamnál, vagy nem tudom, hogy rövidebb legyen. Még igazából ide be is tűrhetném, de kísérleti táska, viszont maga a forma nagyon-nagyon tetszik, tehát szívesen hordanám. Még nem rendeltem meg hozzá a festéket, de ez egy következő projekt lesz, és úgy gondolom, hogy ez egy jó projekt, mert a táska maga nem nagy. Úgyhogy igen. Ez is egy vintage-es szerzemény, és ha még a bőrökről beszélek, meg a bőrfestésről, meg fogom csinálni ezt a videót róla. Még van itt két régebbi vintage-es szerzeményem, de nem mutattam meg, és mind a kettő pénztárca, és mind a kettőből táskát szeretnék majd csinálni. Megrendeltem hozzá már mindenfélét, majd ma meg holnap jönnek meg Amazonról. Ilyen kreatívkodósan szeretnék belőle táskát készíteni. Lehet, hogy majd lesz róla videó. Tehát lényegében ilyen wallet on chain szeretnék belőlük készíteni, két pénztárca, és az egyiket pirosra szeretném festeni, a másikat pedig Tiffany kékre, vagy ilyen türkizesre, és a Tiffany kékkel fog kezdeni. Ugyanis ez a két pénztárca az viszonylag jó áron jutottam, az egyik az Salvatore Ferragamo, ő 10 euró volt, azt hiszem, de ő az, aki több javításra szorul például, de nagyon puha a bőr, valami gyönyörű, de látjátok, hogy itt vannak rajta kopások, és nem csak kopások, hanem itt a sarka például, és ez már az a fajta kopás, vagy itt, amit lehet, hogy már ilyen bőr, mi a neve annak? Folyékony bőr, lehet az? Nem tudom, tehát az Angelusnak van egy ilyen festhető verziója, amivel ki lehet pótolni ezeket a részeket, a széleket, és kicsit meg kell utána csiszolni, és akkor át lehet festeni, viszont ez sehol nem elérhető jelenleg. Úgyhogy lehet, hogy ezt egy kicsit szüneteltetem, viszont ezt szeretném pirosra befesteni, és lényegében, ez egy pénztárca, megcsinálni ilyen kis wallet on chain-nek. És vettem még egyet, ez egy kicsit drágább volt, 30 euróért jutottam hozzá ez a Miu Miu pénztárcához, ami szintén nagyon csúnyán el van színeződve, itt, és itt is mindenhol, viszont maga a bőr az oké. Okay. Tehát, hogy lényegében annyira oké okay a bőr, hogy ezt át lehet festeni egyből, nem kell kipótolni, én úgy gondolom. Ez pedig így néz ki. És ez is lényegében
úgy gondolom, hogy táskaként fog funkcionálni. Nagyon szép, én amúgy is nagyon szeretem ezt a Matelas kollekciót, ezt az ilyen steppelt Miu Miu bőrt. És lehet látni, hogy ez arany, de kicsit meg van kopva, de úgy voltam vele, 30 euróért kísérletezni jó lesz, és itt vannak rajta mindenféle ilyen fekete foltok. És őt fogom erre a színre befesteni. Gyert, kibontom. Ez az Angelustól a Gift Box Blue. Rá. És kíváncsi leszek. Valószínűleg nem lesz ilyen erőteljes színe, ugyanis maga az alap az barnás, tehát nem fehér, de majd meglátjuk, hogy hogy reagál, minden esetre sokat fog belőle szerintem tanulni. Meg ugye itt vannak ezek a részek, ami nem is tudom, hogy hogy csináljam, hogy lehet, hogy először oda teszem be a festéket, még nem tudom, ugye ezekről beszélek, ezekről a rejtett ilyen pufi részekről, amik az idők során így lenyomódtak. Nem tudom, majd kigondolom még, hogy hogy lesz, és akkor ehhez vettem ilyen ecseteket is. Igazából sok mindenem már van alapjáraton is, csak már akartam mutatni, hogy mi a tervem, úgyhogy ez a Miu Miu lesz az első. Csak a kreatívkodásaimról, vagy a terveimről szerettem volna beszámolni, és ezek a darabok amúgy is majd helyet kapnak, vagy lehet, hogy nem tudom, abban a bőrfestős videóban, ami majd valamikor jön, és abban menne lesz, hogy hogy festettem a fehér táskát újra fehérre, miket használtam hozzá, mert sokan szoktatok kérdezni, és szerintem ez az a téma az, ami amikor sokan így feltöltik a videókat, és ez annyira zavar engem, hogy így be tudnak festeni egy táskát, tök jó, de nem írják le, hogy mit használtak hozzá, hogy csinálták, jó, van, aki leírja, de legtöbben ezt így szeretik eltitkolni, és érted, megértem, mert én is úgy vagyok vele, hogy úristen, mennyi idő volt az, mire összeszedtem a tudást, pénz, kipróbáltam, mi az az ecset, ami a legjobban fog, melyik festéket kell hozzá használni, és még mindig egy óriási, hosszú út áll előttem, mert még mindig nem ismerem teljesen ki magam benne. És hogy miért is osztanám én meg ezt veletek? Hogy ilyen egyszerű legyen nektek, de úgy vagyok vele, hogy igen, de ez a lényege éppen, hogy ezért érdemes tartalmat gyártani, hogy van akkor olyan tartalom, ami segít nektek, mert sok olyan van például nálam, ami nem segít egyáltalán. Viszont megértem egyszerűen azt, amikor azt gondolják, hogy jó, én ezt nem osztom meg úgymond ingyen, mert mennyi időt ebbe beletettem, viszont akkor nem osztom meg egyáltalán. Akkor mi a töknek beszélsz róla? Úgy is fogják kérdezni, hogy hogy csináltad, nem? Tehát én is csinálom, ti is kérdezitek, hogy csinálom, és én megosztom egyszerűen. Aztán kész. Mert akkor tudom, hogy oké, akkor azoknak nem lesz olyan nehéz, mint nekem annó, tudjátok? És biztos vagyok benne, hogy olyanok is nézik a videót, akik engem utálnak, és majd akkor ebből szemezgetnek. Jól van. Kit érdekel? Sokan elfelejtjük azt szerintem, hogy nekem attól nem lesz kevesebb, hogyha én segítek neked, értitek? Tehát oké, te akkor tudod, te akkor kipróbálod, neked egyszerűbb, de én nem leszek kevesebb tőle. Erről ennyit, látjátok, hogy mennyire foglalkoztat engem is ez a bőrfestős téma, és sokszor úgy vagyok, hogy végignézek egy nem tudom hány perces videót, vagy valahol neten keresgélek, és akkor rájövök, hogy baszki, nincsen benne segítség, úgymond. De én ezt máshogy szeretném csinálni, én szeretnék segíteni, és akkor lehet, hogy több ilyen hasonló kis nagyon-nagyon régi táska újra használva lesz. Most azon gondolkodom. Lehet, hogy bedobok egy kis áfonyát, meg epret, és nem tudom, hogy mit csináljak. Azon gondolkodom, most mossak-e hajat, radírozzak, próbáljam-e ki ezt a Saint-Tropez dolgot, vagy csináljak sminkes videót, csináljak ilyen bőrtáskákra a videót, tehát egyszerre azt érzem, hogy most úgy mindent egyszerre, és nem tudom. De holnap is lesz nap, ugye? Viszont ha nagyon jó idő van, hát akkor legszívesebben kint ülnék, nem pedig bent. Mennyi idő van? 2 óra lesz, ami azt jelenti, hogy 3-ig biztos dolgozik.
akkor 4, mire hazaér, utána már nincs nyugalom. Körmemet is meg kellene csinálni. Mi lenne, a kakaós csigát is csinálnék? Úgy meg fog jönni a menzeszem majd, és az előtte való héten mindig ilyen érzékeny vagyok, vagy sokszor van az, hogy így el tudnám magam bármi bőgni, vagy így néha így úgy érzem, hogy megszakad a szívem, vagy valami, hogyha valamit látok, például olyan plakátot, ahol állatkínzás, kutya, volt itt Bécsben egy ilyen plakát, hogy a kutya, nem tudom, mit tudom én, és akkor oda volt írva, hogy ne nézz másfele, nézz ide, meg mit tudom én, és azon szinte majdnem mindig elbőgtem magam, és tegnap is, vagyis hát, hogy milyen érdekesek a hormonok. Van mellettünk egy ilyen otthon, nem gyerek otthon a rendelő mellett, hanem egy ilyen, hát egy intézmény, ahol fogyatékos gyerekek, emberek, tehát nem is azt mondom, hogy gyerekek, hanem már nyilván felnőttek, akiknek nem tudom, hogy különböző fogyatékossággal élnek, Down-szindróma, mindenféle, és van ott egy kislány, vagy hát egy hölgy igazából, mert idősebb, de olyan, mint egy kislány. És őt, amikor megyek dolgozni, sokszor szoktam látni, mentő szolgálat jön érte, és valószínűleg kezelésre viszik, vagy nem tudom, hogy hova viszik, vagy valami foglalkozásra lehet. És ő akkor mindig, amikor én megyek dolgozni, akkor megy ki ő az ajtón, mit tudom én, nevelőjével. Tegnap reggel is, ahogy mentem. És amikor én érzékeny vagyok, akkor úgy tudnék sírni, mert hogy így úgymond ismerem őt, vagy mindig látom őt, és ahogy beültetik ebbe az ilyen hordozó kerekes székbe, vagy nem tudom, hogy feltolják a rámpán erre az autóra, mindig ahogy kijön, nem tud annyira jól járni, és mindig ahogy kijön, van egy ilyen nagy tigris a kezében, és az a tigris az mindig nála van, ilyen plüss. És mindig, ahogy meglátom, úgy megszakad a szívem, vagy úgy, nem is tudom, hogy megölelgetni, nem tudom, hogy ez normális-e ilyet mondani, de tegnap is annyira így elérzékenyültem, mert ugye jött, és akkor ahogy beültették ebbe az ilyen hordozó vizébe, nem tudom, akkor elvették tőle a tigrist, éppen egy pár másodperc, és úgy sírt, hogy elvették tőle azt a játék tigrist, és ugye nyilván a sofőr ültette be ebbe a izébe, és akkor utána odaadta, hogy tessék itt a tigris, nem akartam tőled elvenni, és utána annyira boldog volt, úristen. Olyan sokat gondolok rá, mert többen is vannak ott, vagy többször, amikor jó idő van, kiszokták őket ültetni a hátsó udvarba, ami meg a mi rendelőnk meg arra néz ki. Nem tudom, hogy ez normális-e, így sokszor belegondolok abba, hogy úgy adnék neki valami ajándékot, mármint, hogy anélkül, hogy tudjátok, hogy így ismer, belegondoltam abba, hogy mi lenne, hogyha, már nem tudom, ott valakit meg kellene mégiscsak kérdeznem, hogy ez normális-e, vagy szabad-e ilyet, hogy küldenék neki egy plüss állatot például, mert én biztos vagyok benne, hogy annyi idős lehet, mint én, vagy még idősebb is, csak úgy néz ki, mint egy kisgyerek. És mindig látom, hogy annyira kötődik ahhoz a plüsshöz, meg van, amikor más plüss van nála, és úgy voltam vele, hogy jaj, úgy meglepném valamivel, már mint hogy így névtelenül tudjátok, hogy csak így odaadni a recepción ott valamit, vagy nem tudom. És nem tudom, hogy ez így normális-e, vagy lehet, hogy egyszerűen most csak ilyen érzékeny vagyok. De viszont nagyon sokszor látom őt, és nagyon sokszor olyan állapotban látom, hogy így tényleg sír, úgy keservesen sír, nem tudni, hogy miért, vagy nem tudom, hogy miért, aztán néha úgy megszakadt tényleg a szívem. És erre gondoltam, igen. Hát ez elég ilyen hullámzó hangulatú ez a mai videó, de úgy érzem, hogy ez a kávé, amit most előbb megittam, vagy hát jóval előbb, az úgy most lenyugodott bennem egy kicsit, és azt hiszem, csak úgy tudok tisztán gondolkodni, hogyha lekapcsolom a kamerát, és kigondolom, hogy most mi is az igazából, aminek prioritása van, és amit igazából meg kellene most csinálni, mert nagyon sok úgymond, nagyon sok mindenbe belekezdenék, de szeretnék úgy belekezdeni, hogy véghez tudjam vinni. Például, mint ezt a vlogot, mert szerintem ezt most lezárom, és amivel kezdek, az biztos, hogy megcsinálom a konyhát, meg a lakást, mert általában, hogyha minden rendben van, és rendezett, akkor jobban gondolkodom, vagy tisztább az agyam,
és szerintem ezzel fog kezdeni, aztán majd kiderül, hogy megyünk tovább. Minden esetre számolhattok majd egy ilyen bőrtáskás, javítós, festős videóval, és egy újdonságos smink kipróbálós videóval is, és nem tudom garantálni, hogy ez milyen sorrendben, vagy mikor fog érkezni. Viszont, hogyha tetszett nektek ez a mai videó, akkor nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel. Köszönöm, hogy megnéztétek. Sziasztok!